23 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon egy borzasztó terrortámadás rázta meg az Egyesült Államokat és vele együtt az egész világot. Ez a nap egy sorsfordító pillanat volt az egész történelemben, hiszen számos olyan kifejezetten nemzetközi intézkedést motivált, ami mind a mai napig meghatározza az átlagember életét is. És az életünk egész egyszerűen nem ugyanolyan, mint előtte volt. Azt, hogy ez a pillanat ennyire sorsfordító és meghatározó lesz a történelemben, ezt már azon a délelőttön sejteni lehetett. Azt, hogy ez egy hosszú időre fontos és szomorú tragédia lesz, azt már a második repülő becsapódásakor mindenki tudta. 18 nappal az eset után Gilbert Gottfried humorista egy Hugh Hefner roaston, igen, jól hallottad, sütött el egy viccet, miszerint el kéne érni egy repülőt Kaliforniába, viszont nem talál közvetlen járatot, csak egy olyat, aminek még meg kell állni az Empire State Buildingnél. A vicc elszórt, kínos nevetéseket kapott, és persze egy bekiabálást, amit azóta is nagyjából mindig idézni szoktunk, amikor tragédiával kapcsolatos viccekről van szó. Túl korai. És mindig, mikor egy ilyen tragédia van, egy nagyon érdekes ilyen pszichológiai folyamat az, hogy mikor kezdünk el viccelődni vele. És pont a szeptember 11-i terrortámadás az, ami nagyon érdekes a történelem korábbi tragédiáihoz képest, hiszen itt már elérhető volt az internet, és az figyelhető meg, hogy az interneten, levelező listákon előbb kezdtek el viccelődni az emberek az esemény kapcsán, előbb kezdték el kifejezni a gyászukat vagy a haragjukat, mint hogy a humoristák viccelődni mertek volna. De miért? A mai videóban az Unibet támogatásával a Netlegendák következő epizódjában ezt a folyamatot akarom kicsit jobban megismerni, megvizsgálni, hogyan terjedtek, milyen mémek terjedtek akkoriban, és hogy fordul elő, hogy valaki mondjuk maga mögé photoshopolja a repülőt a World Trade Center kilátó teraszán, vagy hogy miért volt az, hogy a gyerekek egyfolytában olyan játékokkal találkoztak az interneten, amiben Osama Bin Ladent kell meggyilkolni. És arról is szeretnék egy kicsit beszélni, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni most, 2024-ben, és miért csinálom egyáltalán ezeket a videókat? Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! A játékos időnek vége. Kezdjük egy olyan mémrövi történetével, akit már említettem. Tourist Guy. Ez a szőke turista áll egy kilátó korlátjánál, a háttérben pedig érkezik a repülő. A képernyő aljára a korabeli fényképezőgép nyilván ráégette a 2001. szeptember 11-i dátumot is. A kép e-mailben terjengett eleinte, aztán szeptember 26-án posztolták a Something Awful fórumaira, ahol valaki arra kérte az arra járókat, hogy segítsenek bebizonyítani, hogy a kép kamu. Nyilván az egésznek inkább az lett a hatása, hogy elkezdték az emberek folytatni a viccet. A kabátos sapkás figurát oda tették mindenféle tragikus eseményekhez. Hiroshima romjaihoz, a Challenger űrkatasztrófához, vagy épp a Hindenburg lezuhanásához. Ment a kutatás, hogy ki lehet az eredeti képen, és elő is állt egy brazil üzletember, José Roberto Pentado, aki azt állította, a barátai ráfotoshoppolták az ő arcát egy képre, így született a híres mém. Meg is osztott magáról egy képet, amin látszott a hasonlóság, de nem volt teljesen meggyőző. Míg nem ezt a hírt lehozta az Index, igen, a Magyar Index, és jó pár olvasó jelezte, hogy ja, ők amúgy ismerik az illetőt, ez bizony Kuzli Péter, akiről az eredeti kép 97-ben amerikai szakmai gyakorlata idején készült. Az Index meg is kereste Pétert, és csináltak vele egy ilyen rövid interjút, és elmesélte, hogy amikor a tornyok összedőltek, előkereste a régi képeit, amiket a World Trade Center kilátó teraszán készített, és poénból ráfotoshopolt egy repülőt, egy kamu dátumot, és körbe küldte a barátainak, akik számára ugye nyilvánvaló volt, hogy a kép kamu, hiszen tudták, hogy a barátjuk épp otthon van, és nem halt meg a toronynál. A barátok is jót nevettek, tovább küldték, aztán még tovább, és még tovább, és így jutott el végül egy amerikai illetőhöz, aki már nem tudta eldönteni, igazi a kép vagy sem, és posztolta a fórumra, hogy még nagyobb népszerűséget adjon neki. Nyilván mai szemmel a mémeket ugye nagyon képek vagy videók formájában keresünk, de valójában szimplán egy szöveg is lehet egy mém, egy copypasta. Ez a nevét ugye a másolás és beillesztés szavakból szedi. Egy szöveg, ami pusztán maga valójában válik mémé, és újra meg újra bemásolják őket fórumokra, kommentek közt reakcióként. Az egyik ilyen első szöveges copypasta mém a szeptember 11-el kapcsolatban egy beszéd volt, ami 3 nappal a támadások után kezdett el e-mailekben és fórumokon terjedni. Ennek már a címe is úgy terjedt, hogy ha én lennék George Bush elnök szövegírója, és a bizonyos Mitchell R. Robb szerezte.
Most az egész beszédet itt nem fogom felolvasni, mert a káromkodás cenzúra nem biztos, hogy bírná, ami a YouTube-on van, de a lényeg, hogy az egész elindul úgy, mint egy teljesen átlagos beszéd egy elnöktől, amit megszokhatnánk, gyász, együttérzés, stb., de aztán pedig egy hossz terjengős káromkodásokkal telesződ beszéd arról, hogy eddig kik baszakodtak az Egyesült Államokkal, és hogy hogyan járták meg. A kedvenc részletem pedig az, hogy tényleg velünk akartok szórakozni, amikor mi még egymást is naponta szétlőjük szórakozásból? Gyakorlatilag ez a beszéd gyönyörűen leírja azt, hogyan élet újult erőre a patriotizmus a támadásra reakcióként. Az emberek hirtelen széles körben megismerték Osama Bin Laden, a tálibok, a terrorizmus fogalmát, és ugyanilyen gyorsan a B-52-es bombázó, a Tomahawk rakéták és a mindenféle amerikai haditechnikák nevét is. Az olyan szöveges mémek, mint ez a beszéd mellett még nyilván mentek a mindenféle viccek és vicc gyűjtemények is ugyanilyen szöveges üzenetként. Ezek annyira nagy sebességgel terjedtek és fordítottak le, hogy emlékszem, én akkor épp a harmadik osztályt kezdtem abban a szeptemberben, és már nálunk is a suliban azon a héten jöttek a mindenféle anti-tálib meg anti-Osama Bin Laden viccek. Érdekes visszanézni, hogy az iszlám ellenesség, a rasszizmus mennyire mélyen átszőtte ezeket a mémeket. Hogy milyen szinten tudott egy közösség, egy egész országának minden lakója és egy adott vallás minden képviselője ellen fordulni egyetlen terrorszervezet miatt. Nyilván most már 23 évvel később látjuk ennek komolyabb következményeit, és persze nyilván én is tudom, hogy rasszista és xenofób emberek léteztek ezelőtt is, viszont ezek a mémek és ezek elképesztően gyors terjedése itt egy nagyon-nagyon nagyot lökött azon, hogy még több ember számára normalizálódjon ez az egész, és beleessenek ebbe a kategóriába. Persze a másik dolog, ami a patriotizmuson és rasszizmuson kívül gyorsan kezdett terjedni az interneten, az a mindenféle összeesküvés elméletek. Nyilván ezek az épületek egy nagyon sajátos strukturális megerősítésnek köszönhetően úgy voltak kialakítva, hogy egy központi oszlop tartotta az emeletek súlyát, és ahogy az acél keresztgerendák meggyengültek, az emeletek dominószerűen egymásra omlottak, és ezért az épület inkább befelé dőlt, mint hogy mondjuk oldalra dőlt volna. Nyilván ez egy forradalmi mérnöki tervezés volt, nem is sok épület használt ilyesmit ekkoriban, az átlag ember pedig nem ért annyit a statikához vagy az építészethez, hogy felfogja, mi is történt, vagy mit is látott. Ezért sokan azt gondolták, hogy hékes, hát ez úgy néz ki, mintha szándékosan robbantották volna, és amúgy is, hogy lehet egy tűz miatt olyan meleg, hogy elolvadjanak a tartógerendák? Még ha rá is ömlik a repülőgép üzemanyaga, az nem tudja megolvasztani az acélt. És bizony, így lett az egyik nagy mém, a Jet Fuel Can't Melt Steel Beams. Tegyük hozzá, az üzemanyag valóban nem tudja megolvasztani az acélgerendát, viszont a hőtágulás miatt tud annyival változni az acél rugalmassága, hogy kiugorjon a tartó papucsokból, amik felfüggesztették, és így lezuhanjon. Egész jó videók vannak arról amúgy, hogy konkrétan statikailag ez hogyan nézett ki, és miért dőlt össze a torony, és miért úgy dőlt össze a torony. Aztán persze a másik, hogy ahogy a torony összedőlésének szándékosságát keresték, nyilván felmerült az a kérdés is, hogy oké, hogyha ez egy összeesküvés volt, és direkt akarták ledönteni a tornyot, amit nagyon sokan alapvetésnek kezeltek, akkor miért? A terrortámadás hatására az Egyesült Államok egy nagyszabású offenzívát indított a Közel-Kelet ellen, ahol ugye nyilván fontos szempont volt az olaj is. A legnépszerűbb elmélet szerint az egész terrortámadás megrendezett volt, csak hogy legyen egy ürügy egy újabb közel-keleti háborúra. De hogy ebből a háborúból hogy lesz olaj, vagy miért nem választottak ezer, meg egy olyan háborús indokat, amihez nem kellett volna több ezer amerikainak meghalnia, ugye pont 2003-ban, vegyi fegyverek miatt indítottak háborút, tehát ki is lehetett volna hagyni a szeptember 11-et, hogyha ez megrendezett volt. Mindegy, ezeket a kérdéseket már nem érdemes felvetni, mert nem hallja meg senki, hiszen már rég azt kántálják, hogy Bush did 9-11. Ez a két mondat azt hiszem a legnépszerűbb, amik már-már mémekként terjednek, és talán még mindig vannak olyanok, akik ezeket a konteókat valamilyen szinten elhiszik, vagy komolyan veszik, de azt hiszem többnyire már inkább csak mémekként terjednek. Az egyik legérdekesebb merítés a mindenféle szeptember 11-hez köthető mémekből az Egyesült Államok kongresszusi könyvtárában fellelhető. Igen, ez a könyvtár az az intézmény, aminek elsődleges feladata, hogy az amerikai Egyesült Államok apparátusa vagy kultúrája szempontjából fontos dokumentumokat rögzítse, már amit méltónak talál rá. A terrortámadás után évekkel később egy hatalmas irattár került be a könyvtárba. A 2001. szeptember 11-i terrortámadáshoz köthető akták 2001-2004 címen. Ezek között találta meg egy lelkes dokumentumbúvár és újságíró, mert felvel, hogy egy rakás mém is bekerült a könyvtárba.
És ha megnézzük azt, hogy pontosan miért és hogyan kerültek ezek közé az amúgy hivatalos dokumentumok közé, azzal egyel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy egyáltalán miért készült ilyen sok mém egy ilyen tragikus esethez kapcsolódóan. A mémek ugyanis az Egyesült Államok Központi Légiirányító Szervének, az FAA-nek a levelezésében kerültek bele, és mindegy bizonyos Bob Whitworth elindult. Bob Whitworth annak idején 30 éven át volt légiirányító, és épp egy központi légiirányító menedzserként dolgozott, vagyis ő felügyelte a New York fölötti légteret a támadások idején. A támadások után pedig, mint központi figura, rengeteg embernek segített feldolgozni ezt a traumát, amit a támadás jelentett. A támadás követő napokban borzasztó szomorúság, trauma és gyász ült szinte mindenkin, akit valahogyan érintett a támadás, de talán egy különösen nagy szorongás ült a légiirányítókon, akik rettegtek attól, hogy valami hasonlóval próbálkoznak megint, és hogy ők nem fognak tudni tenni ellene semmit. Bob Whitworth rajtuk szeretett volna segíteni azzal, hogy egy kicsit ilyen viccekkel enyhíti a szorongást, és könnyebbé teszi a beszélgetést. A belső hivatalos levelező listákra küldözgetett rengeteg mémet a munkatársainak, ahol mindenféle filmposzterekre van ráfotoshopolva Bin Laden, Bush és egyéb amerikai tisztviselők arca, vagy épp a Sopranos család tagjai kommentálnak az esetre. De azt hiszem, hogy azok, akik úgy kb. Velem egyidősek és töltöttek sok időt az interneten, emlékeznek még egy fontos szintérre, amit elleptek a szeptember 11-i terror támadáshoz és az utána érkező háborúhoz kapcsolódó tartalmak. Igen, a Flash játékok. Ha megnézzük az akkoriban egyik legnagyobb Flash animációkat és játékokat felvonultató oldal a Newgrounds főoldalát szeptember végén, akkor még a teljesen megszokott dolgok bukkannak fel rajta. Az épp akkor megjelent Disorderly játék vezeti a toplistát, és csak a hírek között szerepel, hogy úristen, láttátok, mi történt New Yorkban? Aztán egy hónappal később már a toplista játékaiban mind Osama Bin Laden ellen kell harcolni, tálibokat kell lövöldözni. És hogy haladunk előre az időben, meglepő módon a Flash játékok piacát ekkor egy jó pár évre gyakorlatilag meghatározta ez az egész terrortámadás. Gyakorlatilag gyerekként, hogyha időt töltöttél az interneten, nem tudtál nem belefutni ezekbe a tartalmakba, hiszen az összes Flash játék oldalon minden aggregátoron felbukkantak, és ha játszani akartál, kipróbáltál mindenféléket, akkor szinte kötelezően belefutottál. Osama Bin Laden egy olyan mémszerű figurává vált, mondjuk a, nem is, van ugye ez a híres játék, a Whack-a-Mole, tudod, a mindenféle lyukakból előbújnak a kis rágcsálók és rácsapsz. Nyilván itt is ő bukkant föl, meg terroristákkal játszották el. Bárhol, bármilyen kontextusban kellett ellenfél egy játékban, egész egyszerűen nagyobb kattintás számot érhettek el a játékfejlesztők, hogyha valahogy a terrorizmushoz, és még közvetlenebbül Bin Ladenhez kapcsolták a tartalmukat. Említettem a híres képet, ahol Andrew Card, George Bush kabinet főnöke behajol és megsúgja neki, mi történik. Ugye a híres kép háttér története, hogy szeptember 11 reggelén George Bush épp egy floridai iskolába ment, ahol egy új iskola programmal kapcsolatban látogatott meg gyerekeket és beszélgetett velük. Már az alkalom előtt megkapták a hírt, hogy az egyik toronyban valami baleset történt, de akkor persze még azt lehetett hinni, hogy szimplán egy tragikus légi katasztrófa volt. Ám épp miközben a felolvasás tartott, érkezett a hír, hogy a másik toronyba is becsapódott egy repülő, és ebből azonnal egyértelművé vált, hogy egy szándékos támadásról van szó. Nyilván tudni kell, hogy míg az elnök ugye kint ült az osztályteremben a tábla előtt, nem kapott híreket, viszont a terem végében a fotóriporterek már egyeztettek az újságírókkal, és ők pontosan tudják, mi történt. Így amikor a kabinet főnök beszaladt, hogy az elnökkel is megoszta a hírt, ők már ugrásra készen álltak, hogy megörökítsék a pillanatot. Ez a híres fotó egész konkrétan az AFP fotósától Paul J. Richards-tól származik, és ez lett az, amiből már a mém lett. És az az érdekes, hogy amúgy valamiért én is úgy emlékeztem, hogy már akkor 2001 környékén mémként terjedt ez a fotó feliratokkal, de valójában 2019-ig nem használták ilyen formában. Az első mémet Redditre posztolták, ahol Andrew Card arról értesíti Bush-t, hogy az ex-e megérkezett a buliba Bush-nak, meg ez elrontja az estéjét. Azóta Little Hell Flames, az eredeti alkotó már törölte ezt az első posztot, de szerencsére a New York Meme még archiválta a képet. De amúgy miért? Miért foglalkozom ezzel az egésszel? Már egy jó ideje akarok válaszolni az ilyen jellegű kommentekre, mert majdnem minden netlegendák alá jön egy ilyen, hogy miért annyira fontos ez az egész, minek ennyit beszélni róla, és úgy éreztem, hogy pont a szeptember 11-i terrortámadások kapcsán és az arról készült mémek kapcsán nagyon jól összetudom foglalni, hogy miért is olyan fontos a mémkultúra, hogy ennyit foglalkozzunk vele. Nyilván nem én vagyok az első, sem az egyetlen, aki azt a nézetet vallja, hogy a mémkultúra nem más, mint igazából a népművészetnek, a folklórnak a mai meghosszabbítása. Ugyanúgy, ahogy annak idején az emberek
dalokban, versikékben, viccekben fogalmazták meg azokat a dolgokat, amiket így a világról gondolnak, amik lecsapódnak számukra, és ezeket megosztották közösségi terekben. Ugyanígy csináljuk ezt ma a mémekkel, és a közösségi tér pedig már nem a fonó, vagy nem az utca, hanem az internet. És ez most már nem újdonság, nem egy ritkaság számba, hanem tényleg a folklór elsődleges helyszínévé az internet és a közösségi média vált. És mint ilyen, a népművészet mindig egy nagyon fontos ilyen barométere annak, hogy hogyan érzi magát a társadalom, mit gondolnak az emberek. A mémek nagyon pontos, talán még pontosabb képet adnak arról, hogy hogy érzik magukat az emberek, vagy mit gondolnak a világról, mint az adott korszaknak az úgymond hivatalosabb alkotásai. És ahogy Bill Ellis írja egy szeptember 11-es mémekkel kapcsolatos tanulmányában, pont ez a terrortámadás volt az, ami miatt ez az egész talán kutathatóbbá is vált. Mert hogy ugye korábban a népművészet, a folklór kutatása nagyon nehéz volt, mert ezek olyan privát, közösségi, de mégis elzárt terekben indultak el, hogy nagyon nehéz volt megfigyelni, hogy hogyan indultak el ezek a népművészeti folyamatok, és már csak akkor lehetett őket kutatni vagy feljegyezni, amikor már elég nagyra nőttek, hogy kijebb kerüljenek a szélesebb társadalomba. A szeptember 11-i terrortámadás esetén viszont pont azért, mivel az interneten kezdtek el terjedni nagyon sok ilyen mém és vicc az esettel kapcsolatban, mind a mai napig fel tudjuk kutatni, hogy hogyan indultak el ezek a viccek, mik voltak az első reakciók rá, és hogyan lettek egyre elfogadottabbak. Bár tegyük hozzá, hogy az elmúlt 23 évben azért sok minden változott az interneten, és az internet archívuma amúgy egy nem annyira örökre őrzi meg a dolgokat, mint akkor gondoltuk, de mégis azért kutathatóbb, mint korábban volt. Adam Marcus 8 nappal az eset után írt egy cikket arról, hogy a humor a tragédia kapcsán, mintha egy kicsit szünetre vonult volna. Azok, akiktől mindig a vicceket vártuk akkoriban, a tévés humoristák, a talkshow vezetők, azok vagy adásszünetre vonultak, és amikor vissza is tértek sok nap kihagyás után, akkor sem egy viccekkel teletűzdelt monológot mondtak, hanem egy gyászos, meghitt beszédet. A humor csatornák konkrétan leállították a gyártást, és napokon keresztül csak ismétléseket játszottak. Pedig egy akkoriban megkérdezett pszichológus, Ed Dunkelblau, kifejezetten megfogalmazta azt, hogy pont a humorra van szükség ahhoz, hogy ezt a gyászt fel tudjuk dolgozni, hogy ezt tudjuk egy kicsit értelmezni. És ne legyenek illúzióink, akkoriban tényleg valahol az egész világ gyászolt. Nem csak feltétlenül embereket, hozzátartozókat, hanem azt a világot, ami ez előtt, a nap előtt volt. Mert mondom, ez nagyon egyértelmű volt akkor, hogy ez egy ilyen piros vonal lesz a történelemben, és volt valami, ami előtte volt, és van valami, ami utána jön. Azt, ami előtte volt, azt megmásíthatatlanul elvesztettük. Ezt el kell gyászolni. Az, ami utána jön, az pedig ismeretlen és bizonytalan és szorongásokkal tölt el mindenkit. Egy ilyen érzelmi állapotban pedig igenis kifejezetten szükség van a humorra, hogy valahol a humor eszközével, a viccek, a mémek eszközével megtanuljuk egy kicsit könnyebben kezelni a gyászt, és megpróbáljuk értelmezni azt, hogy mi lesz ez a bizonytalan és szorongásokkal teli jövő, ami közel. És a humor nem volt sehol eleinte. Nem jöttek a humoristák, hogy a humor eszközével megpróbálják segíteni ezt a fájdalmat. Nem jöttek a humoristák, hogy a humor eszközével számon kérjék a politikusokat, a döntéshozókat, azok, akik nem akadályozták meg, hogy ez történjen. Nem jöttek a humoristák, hogy a humor eszközével megpróbálják elképzelni, milyen lesz a jövő, felhívják a figyelmet hiányosságokra, vagy mondjuk kritizálják és számon kérjék a káros véleményeket. Minden humorista akkor, amikor Adam Marcus megkérdezte őket, azt nyilatkozta, hogy ez most egy kicsit más, mint a korábbiak. Az összes korábbi tragédia kapcsán lehetett viccelődni, mert más nemzetközi hírek háttere volt mögöttük, és ez csak egy hír volt a sok közül, még hogyha nagy tragédia is volt. Ez valahogy más volt. Ez valahogy annyira mindent áthatott, hogy egy ilyen tragédia árnyékában valahogy senki sem mert viccet mesélni. Ahogy Ellis elmagyarázza a tanulmányában, minden ilyen kényes esemény kapcsán a viccekkel kapcsolatban van egy nagyon jól megfigyelhető folyamat, hogy mikor és hogyan kezdenek el a viccek terjedni egy ilyen tragédiával kapcsolatban, mondjuk az ilyen sötétebb humorú viccek.
Mert ugye minden alkalommal, amikor valaki el akarja dönteni, hogy ő most el fog-e mesélni egy viccet, akkor egy ilyen kettős tényezőt kell mérlegelnie. Az egyik, hogy negatívan fognak reagálni a viccre, és ennek negatív hatása lesz rám, ezért nem mondom el. A másik pedig, hogy nevetni fognak rajta, viccesnek találnak, ez nekem jó, ezért elmesélem. És ez a mérlegnek a két serpenyője, ami megy, és ugye nyilvánvalóan minél közelebb vagyunk egy ilyen kényes eseményhez, annál többen vannak azok, akik talán még nem dolgozták fel magukban annyira az egészet, hogy képesek legyenek nevetni egy viccen, így sokkal nagyobb a kockázat, hogy negatívan reagálnak a vicceinkre, ezért inkább nem mesélünk vicceket. Az internet viszont ezt a helyzetet nagyon átírta. Gyakorlatilag kivette a kockázati tényezőt belőle. Mert még hogyha negatívan is reagálnak egy viccünkre, az nem feltétlenül lesz hozzánk köthető személyesen a hétköznapi életünkben, ezért nem kell aggódnunk attól, hogyha valami nem lesz annyira sikeres az interneten. Ezért a szeptember 11-jel kapcsolatos mémek és viccek az interneten sokkal gyorsabban, sokkal hamarabb el tudtak kezdeni terjedni, mint a humor korábbi megszokott csatornáin. A már emlegetett Adam Marcus cikkben, ami mondom, szeptember 19-én 8 nappal az eset után jelent meg, már beszéltek egy képről, ami már akkor úgy fogalmaztak róla, hogy már az e-mailes levelező listákon már elterjedt. Ebben elképzelték az új World Trade Centert, hogy hogyan építenék majd újra. Itt 5 torony áll nagyon szorosan egymás mellett, és a különböző magasságok elég egyértelműen egy nagyon bizonyos kézjeggyel utalnak, vagy hát üzennek azoknak, akik megpróbálnak újra megtámadni. Már szeptember 19-én ez annyira elterjedt, hogy népszerű körimélként hivatkoznak rá egy online cikkben. Valakinek eszébe jutott egy ilyen poén, leült, megcsinálta Photoshopban, és elküldte másoknak. És biztos vagyok, hogy ez a humor, az, hogy ezen egy kicsit nevetni lehet, egy kicsit a frusztrációt levezetni egy ilyen, egy rövid, csak kifújod az orrodon a levegőt, ez már könnyebbé tette legalább egy valakinek, de szerintem sok embernek. És most, 23 évvel később ezt az egész folyamatot fel tudjuk így idézni, és szinte valós időben látni azt, hogy hogyan segített a humor, a mém egy ilyen gyász feldolgozásában. És pontosan ezért vallom azt, hogy a mémekkel nagyon fontos foglalkozni. Olvas a kommenteket, hogy minek ennyire rápörögni ezen, hát ez csak így háttérzaj, hát mindenki fogyasztja meg, mint egy barátom. Pont azért fontos ezzel foglalkozni, mert ma már annyira rutinszerű és ösztönös, hogy háttérzajnak érzékeled. Ma már teljesen megszokott, hogy a mémeken keresztül fejezzük ki a gyászunkat, a társadalmi frusztrációkat, vagy akár a személyes sérelmeket. És hogy ennek az egésznek lenyomata van. Ugyanúgy, ahogy ma 23 évvel a szeptember 11-i események után vissza tudjuk követni, hogy hogy érezték magukat akkor az emberek, miket gondoltak, milyen frusztrációkat fejeztek ki, és mik voltak az általános vélemények, ugyanezt a mai világról is lehet kutatni majd az elkövetkezendő években. Na és ezért csinálom én ezt az egész sorozatot. Ti hogy emlékeztek erre az egész eseményre? Egy kicsit félve merem megkérdezni, de hogy amúgy éltetek egyáltalán már akkor? Használtatok akkor internetet? És hogyha igen, akkor emlékeztek ezekre a mémekre, flashjátékokra? Hogyan él az emlékezetetekben ez az egész időszak akkoriból? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerveren, az linket találtok a leírásban. És mint mindig, most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, és hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy miket csinálnak még az interneten, követtek Twitch-en, Threads-en, Instán, TikTokon, stb. Várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.